Sziasztok, ez itt a Belemenés a Handball Expert kézilabda oldal podcastja, és ismét egy tervünk szerint rövid adással jelentkezünk, hiszen női Magyar Kupa Final Four első nap. Itt van velünk Eperjesi Tibor és Sellei Zoltán, engem Big Martinnak hívnak. És hát természetesen majd a Ferencváros és a Győr meccse lesz az adásunk fő témája, de mindenképp említést érdemel a másik elődöntő is, hiszen a Debrecen 28-22-re verte a Kisvárda csapatát, és ezzel élt a lehetőséggel, bejutott a döntőbe a kedvező sorsolásnak köszönhetően. De itt a szezon végén nagyon szépen összeállt ez a Debrecen, egy gyors reakció a meccse. Hogy láttátok, a Kisvárda azért nagyon visszafogott teljesítményt nyújtott. Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy teljesen megérdemelt a Debrecen döntőbe jutása, de azért ettől a Kisvárdától egy ilyen egymérkőzéses lebonyolításban azért többet várt, hogy a fél időben már nagyjából kialakult a végeredmény, és volt közte 10 is. Azt, hogy a végén visszajöttek, ez egy szép dolog, de én azt gondoltam, hogy ez szorosabb mérkőzés lesz valamiért. Úgyhogy én nagyon örülök egyébként, a Debrecen kezd összeállni, és jövőre is egész komoly csapatot fognak alkotni, szóval én úgy gondolom egyébként, hogy jövőre igazából a harmadik helyért akár be is jelentkezhetnek. Vannak azért még más résztvevők is, de szerintem a Debrecen kerete és az egész bázis szerintem a harmadik helyre simán odaérhet, én úgy gondolom. És hát ugye nemzetközi kupába indulnak, gondolom, mert ugye döntőbe szerepelnek, és az jövőre is meg lesz, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, mi folyik, mi lesz ott majd. Egyetértek veled, Zoli, ez a Debrecen egyre markánsabb szerepet tölt be, és nem venném már rá a nagy esküt, hogy a Siófok egyértelműen jobb kerettel vágnak a jövő évi szezonnak, bár azért majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. A mai mérkőzésről nekem az maradt meg, részben tudtam követni, hogy az első fél idő közepén tartottak 4 gólnál talán a kisvárdaliak, és egy rendkívül dekoncentrált támadójáték volt. Nyilvánvalóan megdicsérhetjük a debreceni védekezést is, de valami rendkívül gyenge támadójátékot láttam én a szabolcsiaktól. Igen, a 16. percben 2 gólt lőttek, és a 26. percben 6 gólt lőttek. A statisztikák szerint, szóval ez semmiféleképpen sem jó, azért azt hozzátenném. Úgyhogy hát egy normális támadó játék nélkül pedig esélytelenek, azért a Debrecen van egy olyan csapat, amelyik ezt kihasználja. Úgyhogy gondolom holnap minden megtesznek majd a Fradi ellen is, de papírforma szerint egyébként 2 egyszerű meccsnek kell következnie, legalábbis szerintem. Aztán gondoltuk ezt annó az Érd-Győr meccsen is, ahol azért majdnem megfricskázta ugye a nagyokat, és hát ugye ott volt a Szabó Edinek a kiakadása a González miatt, aki ugye élete meccsét játszotta igazából, és onnan ment át évközben, úgyhogy természetesen nem lehet leírni, ugye egy mérkőzésen tényleg bármi lehetséges, és bár gondolom rá is kanyarodunk szerintem az új témánkra, elveszem Martin feladatát, hogy... Nekem még lenne egy Debrecen kérdésem tőletek egyébként. Mit gondoltok Csapó Királyról? Vezet még neki följebb az út esetleg, válogatott szintig, vagy nagyobb csapatig, vagy őnek ennyi? Szerintem vezetett egyébként. Ugyanis, igen, én is azt mondom, hogy a potenciál... Ugyanis ma kifejezetten markáns teljesítményt láthattunk tőle. El tudnátok őt képzelni később évben mondjuk egy Ferencvárosba, egy Siófokba? Mert szerintem egyértelműen. Abszolút, meg egyébként a válogatottban is ki lehetne őt próbálni, csak azért a válogatottnak látni, hogy azért kapusposzton jól állunk, tehát ott van 3-4-5 olyan ember talán előtte, akik azért már rutinosabbak és többet bizonyítottak, de abszolút nem lenne ördögtől való szerintem. Igen, hát ugye most 27 éves, igazából ez kapus szempontjából még a nőknél sem számít kornak igazából, és ha így folytatja, én abszolút biztos vagyok benne, hogy a bőkeret közelében lehet, és hát bár most szerintem a szerepek eléggé jól le vannak hozva egyébként, ezt azért látni, és jogosan is szerintem, tehát azért vannak nála most jó kapusok, de a potenciált én mindenféleképpen látom benne, és hát a Debrecen ugye, ha a harmadik lesz, akkor onnan már csak 2 csapat a felfelé menet, úgyhogy de még van ideje egyébként, mert fiatal ilyen szempontból, kapus szempontból, és én úgy gondolom, hogy van benne akkor a potenciál, hogy feljebb is léphet, illetve a válogatott környékére is oda kerül bőven. Egyébként, ha Tibi ezt szóba hozta, akkor egyébként még megemlíteném a Holnyák Dóra nevét, mert nekem nagy szívfájdalmam egyébként, hogy róla ennyire elfelejtkeztünk. Ugye hagyott is ki sok időt, de én őt egy kifejezetten jó játékosnak tartom, aki nagyon stabil,
nem vállalja túl magát hozzá, amit tud. Nyilván nem egy extraklassz is, de mindkét oldalon bevethető, tehát szerintem vele akár hosszú távon megint lehetne számolni a válogatottban is, hogyha visszanyeri a meccs formáját. És ha visszaemlékszem, ugye egy-két világversenyen, ahol kint volt, abszolút nem égett meg. Így van egyébként, teljes mértében egyetértek. A mai mérkőzésen is nagyon jól ment. És tényleg kicsit az ember érzése, hogy ugye elfelejtődött, úgymond, hogy egy ideig ott volt, és a tűz közelében volt, aztán egyszer csak a sérülése, meg minden egyéb dolgok miatt elfeledkeztek róla, és most talán egyébként akár az út meg is, őlet is megnyílhat szerintem. Ugye azért annak hiányposztok, úgymond azért, és az ő mentalitásával ott lehet a helye szerintem. És amikor én Debrecen meccset nézek, mindig a Tóvizi Petrát is kiemeltem figyelem, hogy mennyire lehető a következő években, esetleg egy évtizedben a magyar válogatott első számú beállósa. Maradjunk annyiba, hogy szerintem jó úton jár, de hosszú még az az út. Igen, ő az egyik jelölt szerintem abszolút, ugye ő is rendkívül fiatal, védekezik hármasban is. Igazából szerintem a mostani világversenyen se lógott ki lefelé a fiatalkor ellenére, úgyhogy ő szerintem ő lehet az egyik olyan játékos, aki a magyar válogatott stabil beállós pozíciónak egyikét fogja birtokolni, hogy így mondjam. És hát ugye úgy, hogy még azért ő is rendkívül fiatal, még rendkívül sokat fejlődhet, és fog is fejlődni, és az ő életútja is, vagy karja is egyébként érdekes, hogy hova viheti, és milyen messze juthat el, mert ugye megint csak el kell mondani, hogy a Debrecentől csak fölfelé ugye két csapat van Magyarországon, külföldet most nem említem, de az ő személy egyébként lehet egy jó garancia, mert ugye sokat mondjuk, hogy hát az egyik hiányposztja a magyar válogatottnak a beállós poszt, de azért azt látjuk, hogy Európa-bajnokságon azért nem a beálló poszton voltak a legnagyobb gondjaink szerintem, és ott a Hellenbay és a Tóvíz is egész jól produkáltak, és a hozzáállásukkal nem azt mondom, hogy kompenzáltak a hiányosságokat, mert ez durva így kijelenteni, vagy nem szép, de azzal az akaraterővel és mentalitással sok mindent tudnak kompenzálni, mert esetleg máshogy nem tudnának, és ez tök jó dolog szerintem. Akkor azt gondolom, hogy ezt a meccset le is zárhatjuk, mert hogy nyilván van még itt egy nagyon érdekes, meg forró téma a mai nap kapcsán. Ugye hát mondhatjuk, hogy egy hét alatt rengeteget fordult a világ, vagy hát másfél hét alatt a múltkori hatalmas ferencvárosi győzelem után most, hát ha a végeredmény alapján talán nem is így tűnik, de azért kijelenthetjük szerintem, hogy simán nyert a Győr, a meccset végig kézben tartva. Miben állt ez a változás szerintetek? Ez így volt, hogy ha még nem az egész mérkőzést nézzük, igazából ezt a 4-5 gólos előnyt, ezt az első fél idő közepén egy ilyen jó 5-10 perc alatt szedte össze a Győr, amikor a Fadi képtelen volt gól dobni, és nagyjából utána ezek között a sávok között mozgott, és még a másik fél időben volt egy olyan időszak, amikor föl tudott jönni a Ferencváros, de akkor jött egy kiállítás, és nem tudott tovább zárkózni. Nekem azt gondolom, hogy itt ma a Győr a jobbik arcát mutatta, azt az arcát, amelyik több éve volt veretlen, mind magyar bajnokságban, mind BL-ben. Úgyhogy azt a Győrt, aki úgy játszik, ahogy ő ma játszott, azt nagyon nehéz elverni. Igen, hát ez egy nagyon-nagyon komplikált téma egyébként olyan szempontból, hogy ennek rengeteg-rengeteg aspektusa van. Ugye nyilvánvalóan itt kezdődően attól, hogy Danyi Gábor menesztették, itt van Ambrosz Martin, volt egy mérkőzés, aminek ez a következménye volt, ahol ugye a Ferencváros nagyon megverte a Győrt, és most, ha nem is számszerűleg, de hasonlóképpen, legalábbis én úgy gondolom, hogy a mérkőzés lefolyása hasonló volt. A múltkori mérkőzésen, tehát másfél héttel ezelőtti mérkőzésen ott a győri játékosok produkáltak olyan elképesztő dolgokat, amelyeket azt mondanám, hogy még MB2-be se hiszem, hogy lát az ember olyan gyermetek hibákat, olyan bizonytalanok voltak, most pedig pont a fordítottját láttuk az első fél időben szerintem, hogy rengeteget az a Bölk, vagy az a Márestein, aki az első mérkőzésen brillírozott, és ketten szerintem 20 gólt lőttek, most a holland jobb szélső 0 gólt lőtt, például is rengeteg hibája volt, eladott labdája, míg Emily Bölk sem brillírozott, ő 2 gólt lőtt,
és hát ez óriási különbség volt. Plusz ugye a természetesen a Vak is látja egyébként, ez nyilvánvaló, hogy a Győr mentalitása teljesen más volt, ezt azért kár elvitatni, ezt nem is tudnák tagadni, és hát itt az Ofsted-tól kezdve mindegyik játékos azért látszott, hogy rendkívül komolyan veszik, rendkívül motiváltak voltak, hogy elég pont arra a felpattanó labdára gondolni, amelyet Ofsted a legkisebb a négy nagyobb között elcsipte és gólt lőtt belőle. Ez pontosan mutatta most egyébként, hogy a Győr milyen hozzáállása érkezett a mérkőzésre. Ugye Elek Gábor nyilatkozta, hogy ők felkészültek, hogy azért nyilvánvalóan egy kicsit megsebzett vadként, illetve természetesen a bosszúra éhesen, hogy így fogalmazzak, érkezik a Győr, és hát ugye tudjuk, hogy az új seprű jó söpör effektus, mert itt most, ahogy olvasgattam ugye a véleményeket, így Ambrose Martint veszik elő, pedig én úgy gondolom, hogy az ő személyemből szempontból teljesen irreleváns, az edző személye megváltozott, és ez a fontos, hogy most éppen ki, az most szerintem ebben a szempontból lényegtelen. Ez látszik nyilvánvalóan, hogy a menesztés, legalábbis én így láttam, egyfajta gátat elvont, és a lányok sokkal felszabadultak voltak, hogy ennek most mi a következménye, vagy minek a következménye volt, ez meg teljesen más téma, és rendkívül bonyolult, és rendkívül nem látunk ebbe bele természetesen, de azért úgy gondolom, hogy a győri produktum szerintem a mínusz 9 és a plusz 5-6 gól között nyilvánvalóan van valahol. Én úgy gondolom, hogy egyébként a papírform érvényesült, igazából meglepetés nem történt, a Győr legyőzte a nála papíron gyengé Ferencvárost, és pont. De hogy a 10 nap előtti mérkőzésre mi a magyarázat, ugye az már rendkívül bonyolult, és ez abban nem látunk bele, és igazából kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ezt ti hogy látjátok, hogy 10 nap alatt ekkora változáson keresztül megy egy csapat, ez lehetséges-e? Nyilvánvalóan nem egyébként. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért annál sokkal szembetűnőbb volt, de hogy mi lehet a háttérben, illetve mi az, ami megváltoztatta ezt az egészet? Én nem lövöldöznék így vaktába. Egy dologban bizonyos vagyok, az, hogyha Ambrose Martin jelenleg szakmailag még ebben a mai játékrendszerben szerintem nem biztos, hogy számottevő hatása van az ő jelenlétének, de talán egy ilyen motiváció, egy ilyen öltözői megnyugtató történés, egy nagy elbeszélgetés, ez talán azért segíthetett abból a letargiából kiszedni a Győri lányokat, én azt gondolom. Emellett ez a csapat azért 2-3 évig Martin nélkül, ha nem is a legtökéletesebb állapotban, de gyűjtötte a pontokat, hozta a mérkőzéseket. Sok esetben vert helyzetből jött föl olyan mérkőzéseken Franciaországba, itt-ott, amiket már józan ember nem adott volna oda nekik. Tehát itt egy kész csapatról beszélünk, és talán az elmúlt hetekben a játék és az eredmények nem igazán érkeztek. Nekem számomra nagyon meglepetés volt ez a Gábor, Danyi Gábornak a menesztése, de hát elképzelhető, hogy be fog jönni. Igazából erről már én annó írtam egyébként, hogy szerintem a Győr a világon talán egyedülállóként nagyon odafigyel arra, hogy milyen játékosokat igazol, és hogy ezek mennyire passzolnak egymáshoz, illetve a gépezetbe, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy világklasszis játékosok vannak, hanem ezek a világklasszisok egy csapatot alkotnak egyébként, amely több magyar csapatnál nem mindig látszott, vagy igazából világszínvonalon is, hiába van a PSG-nek mondjuk 10 világklasszis, amikor nem alkotnak csapatot, még azért ebben a Győrben vannak olyan világklasszisok, akik ugye a mentalitások is olyan, hogy magával ragadó, hogy itt elég Offidára, Amorimra, Bratzettre és a többiekre gondolni, akik mentálisan is nagyon erősek, és együtt is tudnak játszani, és pontosan ezek a mérkőzések, amiket említettél, hogy a nagyon mélyre jöttek vissza, azért mutatják, hogy ennek a csapatnak igenis van gerince egyébként. Az más kérdés, hogy mi vezetett odáig, hogy mindig vissza kell térniük, ugye, mert az csak egy reakció volt, és amit mondtál egyébként teljesen mindenképpen igaz, tehát a új edző jön egyébként, és ugye Ambrose Martin egy régi új edző, hiszen azért a keret nagy, tehát a keretben nem sok emberrel dolgozott együtt, amennyit tudom, pár játékossal csak, de biztos vagyok benne, hogy ugye itt a Fradi elleni vereség, illetve a menesztés, meg azért nyilvánvalóan azért a fejekben azért nem biztos, hogy tiszta volt, és egy új edző, akinek azért van tapasztalata, van rálátása, elért már sok mindent, főleg ugye ezzel a csapattal,
azért nyilvánvalóan az öltözőben, ahogy mondtad, ez inkább mentális kérdés, hiszen azért láttuk, hogy hogy védekeztek most, és hogy védekeztek a 10 nappal ezelőtt, és ez nem azért van, mert az Ambrose Martin most 10 nap alatt megtanított őket védekezni, hanem azért van, mert a védekezés közhely szerint, hogy 80%-ban akarat kérdés, és ez a csapat most nagyon akart ezt a védekezést, ezt az egész mérkőzést, és ez meg is látszott rajtuk. És nyilvánvalóan ebből a szemben jó váltás volt, hiszen az eredmény, a reakció megvan. Az más kérdés, hogy lehetséges, hogy ez a reakció, mivel épp olyan élsportolókról beszélünk, akik már nem egyszer felálltak a padlóról, akár egy mérkőzésen is belül is, nem hiszem azt, hogy megtették volna azt akár Dani Gáborral az kispadon is, hogy nem verik meg ezt a Fradit, vagy nem, nincs benne egy ilyen dacérzet, hogy már pedig most megmutatjuk, hogy mi vagyunk a Győr, és mi megverjük a Ferencváros, és megmutatjuk, hogy ez egy kisiklás volt, mert el ugye Dani Gáborok nem volt esélye, hogy ezt a csapat alatta bebizonyítsa, most pedig ugye úgy van, hogy az Ambrose Martin úgymond az atya úristen, mert beugrott, és rögtön ugye nyerhet akár 2 címet legalább, és ebből a szempontból sajnálom a Dani Gábort, mert mégiscsak az ő, nem is tudom, 90%-ban az ő munkája van benne igazából, és most jön valaki, aki az utolsó 10%-ban elviszi lehet a lealatja babérokat, úgyhogy ebben a szempontból ez kicsit igazságtalan, de hát ez az élet, ezt a Győrnek kell tudni, hogy ezt miért lépték, meg hogy lépték, meg egyébként megmondom őszintén, azon gondolkodom, hogy az utóbbi 7 napban például Barta Csaba megszólalt az ügyben, én nem nagyon emlékszem rá egyébként. És nem, szerintem sem. És ez furcsa, mert ő azért tudod, az ki szokott állni a közlemény elé, és el szoktam mondani, hogy mi a stájz. És most azt, hogy valaki egyetért vele, vagy nem, az igazából lényegtelen, de kiáll, elmondja, hogy ő mint a klub vezetőségi tagja, és hogy a egyik vezetője, és a klubot képviselő ember mit gondol, és miért lépték ezt, vagy azt. Én most ugye pár napon keresztül ugye bejelentették, vagy menesztették, bejelentették, hogy Ambrose Martin jön, és azóta nagy csend van, úgyhogy ez nekem nagyon furcsa, és számomra kicsit értetetlen, hiszen azért van olyan aspektusa az egésznek, ahol meg lehet érteni ezt a döntést. Én emberileg nem értem meg egyébként, de magát a csapatot nézve és szakmai szempontok szempontjából meg lehetett hozni ezt a döntést igazából. Nekem 2 kérdés jut eszembe, és itt ott a mi közös fórumunkon beszélgettünk már róla. Első kérdésem az lenne, hogy vajon az idén bejelentett távozók és az idén bejelentett érkezők a Győrnél, ezek már az Ambrose Martin által kívánt nevek voltak? Vagy egyelőre próbálunk erős keretet összehozni, és majd a mestert kiválasztjuk később. Mit gondoltok erről? Szerintem egyértelműen már az Ambrose-nak a szájéza szerint történt a keret kialakítását. Ugye a Despotovicsnál említették is, hogy ő kifejezetten az Ambrose kérésére jött talán. Volt egy ilyen kommuniké, szóval szerintem addigra már egyértelmű volt, ugye kézilabdában azért december-január környékén szokták ezeket az igazolásokat bejelenteni. Január elején menesztették azt hiszem ugye a Dani Gábor, vagy hát jelentették be, hogy majd jövő szezonban nem a Dani Gábor lesz, de nyilván ezt ugye már korábban meghozták ezt a döntést, szóval szerintem ez egyértelmű már. A távozó az szerintem egyébként mondjuk az Amorimnak a távozása, vagy az Edvisnek a távozása, az könnyen lehet, hogy összefüggésben áll azzal, hogy azért azt látjuk, hogy nagyon nincs rendben valami ennél a klubnál most jelenleg. És ez a fajta hangulatromlás, vagy egységbomlás simán vezethet oda, meg nyilván hát persze valószínűleg a Rostov elő tudott állni egy olyan ajánlattal, amire ők igent mondtak, de szerintem... Martin, az elmúlt években hány ilyen távozás volt Győrből? Emlékezzünk Ivet Brokra, aki azt jelezte, hogy ő most tele lett a sporttal, és pihent egy jó pár évet, de emlékezzünk vissza a Grótra is, akinek a távozása szintén olyan volt, hogy élő ember adott volna, még épesző ember adott volna a további 2 éves szerződést minimum neki. Igen, abszolút. Másik kérdésem viszont, ha már így nem nagyon jönnek erre az impulzusok, mi fog történni innentől fogva a válogatott élén? Ugye az elmúlt időszakban volt egyenrangú mester Dani és Elek úr, most pedig ugye egy kifejezett hierarchia volt Elek Gábor és Dani Gábor között. Ugye Gábor már nem a győredzője, maradhat ő a szövetségi
kapitány mellett esetleg? Szép kérdéseket rakos Gacic föl egyébként. Én úgy gondolom, hogy... Pedig nem készültem. A mostani menesztés egyébként szerintem nem lesz összefüggésben a válogatottnak az olimpiai felkészülésében, illetve az olimpiai részvételében. Szerintem ez a keret stáb már nem fog változni szerintem. Nyilvánvalóan azért az nem egy... Tehát az nem kell nagy tudósnak lenni, az egy óriási presztízsveszteség egyébként, attól függetlenül, hogy jogos vagy nem jogos ez az menesztés, de azért egy óriási presztízsveszteség, hogy azért a válogatottban vannak olyan játékosok, akiknek a Danyi Gábor az edzője, illetve ugye jövőre oda igazoltak, azt most ugye nem tudni visszatérve az előzőre, hogy az ő kérésére mente, oda például Háfla Noémi, vagy Sacül, vagy teljesen más koncepció alapján igazolták le a játékosokat. Ugye a fő kérdés az, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség mit tervez, mert igazából ezt még mindig nem tudjuk, ami még azért szintén meglepő, hogy itt van már az olimpia hamarosan, örülünk, hogy kijutottunk, meg szerintem én úgy gondolom, hogy a lányokat nem kell félteni, de arról senkinek sincs fogalma, vagy tudomása, vagy igazából, hogy mi lesz utána, hogy ez most folytatódik, vagy nem folytatódik Elek Gábor, vagy Danyi Gábor, vagy mi lesz velük, és ugye itt teljesen logikus, hogy adott esetben például Siófok, mint klub, ugye nem biztos, hogy örül például Danyi Gábor szerepvállásnak, nem tudom, örül-e vagy nem, de ugye azért tudni kell, hogy a Siófok azért látszik, hogy fontos játékosok mennek el, hagyják abba, teljesen mondhatni, hogy teljesen átalakul az egész keret, és ugye a nyáron ott kell lenni egy vezetőedzőnek, aki ugye az új vezetőedzőnek, aki felépíti az egész csapatot, kialakítja a játék képét, stb. Stb. Én most ugye nem lesz ott hónapokig, mert az olimpiára készülnek, és az olimpián vannak, és én nem is tudom, mikor lesz vége most pontosan az olimpiának, de ugye ez ősszel nagyjából szeptember környékén csatlakozhat a csapathoz, körülbelül, legalábbis én most így satszolom. Augusztus közepe körül van vége az olimpiának. Augusztus közepe, amikor azért normális ebben az alapozásnak van vége egyébként. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy majd meg fogjuk kérdezni egyébként szerintem a Siófokról is, erről kíváncsi vagyok egyébként, hogy ők hogy látják ezt, mert hát, és hát ugye az Elek Gábor személye is, aki ott lesz az olimpián, és ugye a Fradinak azért van egy felkészülési procedúrája, amelyet akkor megint csak, hogy nyilván levezérelhet más is, de azért az csak nem úgy az, mintha a vezetőedzők hiányoznak, és ebből a szempontból ugye én úgy gondolom, hogy Ambrosz Martin például előnyel indul, hiszen ő nem lesz ott az olimpián, amennyire jól tudom, legalábbis most így néz ki. Emlékeim szerint menesztették decemberben. Igen, nem? Most éppen így van. Úgyhogy én szerintem ezt nem fogja befelelni, inkább a Magyar Kézilabda Szövetségnek kéne végre eldönteni, vagy szerintem megnyilvánulnia, hogy akkor most mi a terv. Van-e középtávú terv a szövetségkapitányokra, van-e hosszú távú, rövid távú elképzelés, vagy próbálnak most még áthidalni egy kis időt, és addig az Elek Gábor és Danyi Gábor marad. Egyáltalán mik a tervek, mert igazából lehet vitatkozni, hogy most jó vagy rossz a terv, de még nem tudunk a tervekről, és szerintem ez fontos lenne, hogy ez egy érdekes diskurzus téma is lehetne, ugye, hogy most akkor jó-e? Én szerintem nem jó, mert mondtuk, mert Magyarországon főleg női vonalon ma is láthat, sikerül belolvasgatnom az a hozzászólásokba, a fórumokba, egészen elképesztő, amilyen gyűlölete a két csapat szurkolótábra között van, természetesen tisztelt a kivételnek, és biztos vagyok benne, hogy nem fogadják el a másikat egyébként. Tehát az Elek Gábor személye, ha most állítom, ha megnyerik az olimpiát, akkor is lesznek, akik fúrni fogják Győri oldalról, és ez szerintem fordítva is így van. És ez nem jó, szóval szerintem ez egyfajta nyugalmatlanságot is okozhat, hogy az egyik nagy csapatnak az edzője, a válogatottnak az edzője, ugye, és én szeretném tudni, hogy hogyan tovább, mert most már egy szerintem jó pár hónapja nem tudjuk, hogy hogyan tovább, és úgy tűnik, bár biztos nem így van, mert biztos dolgoznak a Magyar Kézilabda Szövetségen az ügyön, de úgy tűnik, hogy nem nincs előre haladás, és vagy a közvéleményt nem vonják be, és már tudják, hogy mi történik majd, vagy fogalmuk sincs, hogy mi történik be, ami nagyobb gond. Szerintem egyébként ez egy nagyon összetett kérdés, mert az is, amit a Tibi feltett, mert én onnan indítanék alapból, hogy szerintem a Danyi Gábornak a válogatottnál azért kellett ott lenni, pontosan, amit az Oli is mondott. Tehát én szakmailag nem látom
azt az indokot, ami miatt ezt a válogatottat ne egyedül Elek Gábornak kellene vezetni, hiszen a játékosok 80%-a vagy jelenleg is nála játszik, vagy játszott nála, tehát a Danyi személye szerintem eredetleg is egy ilyen kommunikációs ők volt, nevezzük így, hogy akkor meghirdetjük az összefogást, és akkor a Győr és a Fradi vált válnak vetve a válogatott élén menetelünk a győzelem felé, és ez, szóval szerintem ez eredetleg is így volt, aztán ugye volt ez a játék, hogy akkor ők egyenrangúak, azt láttuk, hogy nagyon nem működik az elbén, akkor ki lett alakítva egy hierarchia, ami más, szerintem egy érdekes kérdés volt, de végül is ugye bejött, és akkor most ugye Danyi Gábornak ez a funkciója megszűnt, hogy a győrieket képviselje, hiszen most már nem ő a győr vezetőedzője, de én azt gondolom, hogy most már nagyon kínos lenne őt eltávolítani a válogatott mellől, tehát akkor az végképp megmagyarázhatatlan lenne, hogy akkor eddig miért volt ott, ha most már nem kell, vagy akkor most miért nem kell, ha eddig jó volt, szóval szerintem az egy ilyen óriási diszonancia lenne. Az érdekes kérdés még az lehet egyébként, hogy a Siófok hogy viszonyul ehhez a dologhoz, mert ők szerintem azért mondhatják azt, hogy a Danyi másodedző a válogatott, mert tehát nem a vezetőedző, viszont náluk meg ugye egy új projektnek az alapjait kellene lerakni, szóval teljesen érthető lenne szerintem a Siófokék részéről, ha ők nem rajonganának az ötletét, hogy az új vezetőedzőjük mondjuk másfél hónapot mindennel együtt a nyáron nincs. És akkor jön a logika egyébként, amely gondolkodom, hogy akkor jövőre, vagy az olimpia után, akkor Danyi Gábor és Ambrosz Márti lesz a válogatott vezetőedzője, vagy hogy lesz éppen. Ez egy érdekes kérdés, hiszen a logika alapján akkor pontosan a két nagynak az edzője kell csinálni. Akkor Elek meg Ambrosz. Azért mondom, ami eleve nonsense egyébként, nem tudom, ez most lehet, hogy belemagyarázás, de ma nem voltak nagyon barátságos hangulatban egyébként, legalábbis ha úgy tűnt, de nem akarok semmit belemagyarázni. Nekem is úgy tűnt. Szóval nem tudom, szóval ez egy nagyon érdekes téma is, és mondom, ez így a logika alapján így nem mehet tovább, az biztos egyébként, tehát mert akkor vagy, tehát a Győr, mint a legnagyobb csapat, meg a világ egy legjobb csapatának a képviselője is ott kell lenni, akkor most az Ambrosz Martin lesz. Ugyanakkor ugye hány játékos adnak a válogatottban? 4-et, 3-at talán, ugye Háfra, Sacő, Fodor Csenge talán, meg a két jobb szélső, tehát 5, ugye, ha jól számolom, ugye Csibe is, akik mondjuk a bőkeret tagjai minden alkalommal, mondjuk így, és ugye ott van a Ferencváros, amelyik szinte a maradékot kiteszi, a maradék játékosokat, ugye van egy debreceni vagy Váci, de azért a válogatott gerincét a Ferencváros adja a következő években is valószínűleg, és ez jó kérdés, hogy akkor mi lesz a MKS-nek a döntés ezzel kapcsolatban. Ha mondjuk egyébként a válogatott szélsőink nem nagyon brillíroztak, ez egy kicsit azért szomorúsággal töltött el engem. Elég, mondjuk a Fradinál teljesen a teljes szélsőjáték nem működött, nyilván ebben az egyéni szerepek is előjönnek, de igazából mondjuk, ha jól láttam, Lukács Viki se brillírozott a túloldalom. Nem, abszolút. Neki is gyenge mérkőzése volt, de hát azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, már mint így a válogatottnak a jövője, meg közeljövője, amiről rengeteget lehetne még beszélni, de a mai időnkben ennyi fért, úgyhogy nektek köszönöm szépen a részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet, hamarosan újra érkezünk majd valószínűleg férfi témákkal. Sziasztok! Sziasztok!